Államtitkár úr, mondhatnám, hogy ezzel a törvényjavaslattal aztán eltalálták a szarvak ösztötőgyét. Itt vagyunk 24 első parlamenti ülés napjaiban. Éppen megtudtuk, hogy a tavalyi GDP adatok szerint nem a GDP növekedés volt, hanem a bruttó össznemzeti termék csökkent. Pontosan tudjuk, hogy milyen inflációs megélhetési válságban volt és van az ország, hogy a reálbérek hogyan alakultak, hogy drasztikusan visszaesett a fogyasztás, hogy olyan költségvetési hiány produkált ez a kormány már idén év elején, amit talán a Covid alatt sem. Bajban van az ország. Gazdaságilag bajban van az ország, és az elmúlt napokban derült arra is fény, amire egyébként az önök kormányzás alatt még nem volt példa, de most elkezdődött valóban, hogy nő a munkanélküliség és csökken a foglalkoztatottság, ami hogyha nem csak egy pillanatnyi átmeneti zavar, hanem egy tendencia eleje, akkor nagyon nagy bajban van az ország a többi mutatóval együtt. Egy olyan spirálba, amit minden eszközzel meg kéne állítani. Mindeközben itt vagyunk az első parlamenti ülésen egy olyan időszakban, amit nem nagyon élt még át ez az ország, amikor egy köztársasági elnök és egy volt igazságügyi miniszter egyszerre mond le, egy olyan botrány kapcsán, ahol ennek a háznak azért csak lenne dolga. A gyermekvédelem ügyében, a büntető eljárás, a büntető politika ügyében is, ha már azt nézzük, hiszen mondhatnak bármit, a tény az, hogy az érintettek szabad lábon lófrának, és az egész ügy arról szólt, hogy ebben még hogyan lehetett segíteni is. De nem csak az ő ügyük van napirenden, önök is pontosan tudják, ha már az ország és a nemzet biztonsága, hogy egy olyan botrányos időszakban élünk képviselőtársaim, és az őszintén gondoljanak már bele, hogy az egyik pedofil elkövető éppen azért tud szökésben lenni, mert két oligarha brigád azon veszekedett, hogy a belügyminisztériumi koncokat ki fogja hazavinni. És ennek eredményeképpen tavaly szeptemberben a büntetés végrehajtás, a lábbilincsek rendszerét nem tudta működtetni, mert nem fizették ki a vállalkozót. És ezt kihasználva az egyik ilyen érintett fogta magát, és megpattant külföldre. Ebben én írásbeli kérdéssel fordultam akkor önökhöz, 4 nappal azelőtt, hogy az ember megszökött. És azt a választ kaptam, hogy minden rendben van. Fejlesztik a rendszert, pontosan tudjuk, hogy hazugság volt. És tisztelt képviselőtársaim, ebben a helyzetben a Magyar Országgyűlés egyetlen törvényjavaslatot tárgyal. Ezt. Hogy legyen egy frankó tuti új pozíció a politika igazgatójával azonos, mindenki fölött álló, jó fizetett, nem tudjuk kicsoda, aki majd az összes nemzetbiztonsági titkok minden tudójaként, újabb szereplőként majd itt mindenkiről mindent tud. Ez a legfontosabb dolog. Ez szűrte le a magyar kormány. De államtitkár úr legalább őszinte volt, még ha nem is akart az lenni, az egy nagyon rövid expozéjában. Azt mondta, és akkor így már értjük. Van ez a nagyon sok probléma. Megígérte a miniszterelnök, be is nyújtotta rögtön, hogy lesz alaptörvénymódosítás a köztársasági kegyelmi ügyben. Miért nem azt tárgyaljuk? Miért ez a legfontosabb? Miért ezt kell egy nap alatt elfogadni? Hol van az a törvényjavaslat? Aztán elmegy a parlament most majd pihenni, és majd 3 hét ma fogunk legközelebb találkozni. Ez világosan megmutatja, hogy valójában mi is fontos, és mi nem. De azt mondta államtitkár úr, és ezzel zárom is. Szóval mindenki döntse el, hogy ez a törvényjavaslat kinek fontos, meg kinek nem. Jelen helyzetben, mindez a körülmények között, amit elmondtam. Azért kell ez, hogy a miniszterelnök akarata minden körülmények között érvényesüljön. Ezt mondta szó szerint. Hát kedves képviselőtársaim, ha tényleg ma Magyarországon az a legnagyobb baj, hogy a miniszterelnök akarata nem érvényesül még minden területen, minden körülmények között, és ezt mutatja a politikai és morális válság, ami van, és ezt mutatja a gazdasági válság, ami van, és ez a legfontosabb, az oktatásról, egészségügyről nem is beszélve, akkor csak azt tudom önöknek kívánni, hogy jó utat tovább a lenini úton, megmutatja önökről ez a törvény, hogy valójában mi is fontos önöknek. Köszönöm szépen.